Újabb politikai bulvár címlap. Magyar Péter volt barátnője kiteregetett a Tisza forrásáról és a magánéletükről is. Pszichológus segítségével elemezzük az interjút. Aztán véleménynyilvánítás Mi hazánk módra. Duró Dóra átragasztotta az arckiállítás egyik plakátját. A kérdés, hogy hol húzódik a határa művészi szabadság és a közvélemény befolyásolása között. Kezdünk! Szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Komment szerdán, Mészáros Nóra vagyok. A stúdióban pedig üdvözlöm vendégeinket, Z. Kárpát Dánielt, a Jobbik alelnökét. Szép estét kívánok a kedves nézőknek. Huth Gergelyt, a Pesti Srácok főszerkesztőjét. Köszöntöm a drága nézőket. Árpási Bencét, a Népszava újságíróját. Jó estét kívánok mindenkinek. És Hall Melinda, klinikai szakpszichológust. Jó estét kívánok. Szervusztok. Kezdjük ezzel a ma reggel megjelent interjúval. Fogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője, interjút adott az Indexnek. Ez egy majdnem egy órás interjú volt, ahol több minden szóba került, mindjárt meg is nézzünk belőle egy részletet. Új, releváns és hogy meglepő dolgok kiderültek-e, azt pedig majd elmondjátok ti, mert az nagyon érdekel engem. Nézzünk bele, a kollégáim összeállítottak egy rövid összeállítást ebből a legfontosabb pillanatokból, aztán tietek a szó. Azt gondolom, hogy ő alapvetően nem egy bátor ember. Ő az az ember, aki feltett mindent egy lapra. Neki nem volt elképzelése, nem volt meggyőződése. Ő nem akart változást az országban, tehát ő azért valójában mindig nagy volt a szája, de valójában ő biztosra játszott. Ő azért azt gondolom, hogy sokszor használt engem így eszközként, anélkül, hogy egyébként megbeszélte volna velem, anélkül, hogy bejelentette volna, hogy elmondta volna nekem, hogy mire számíthatok, mire készüljek. Hát mindig kicsit így utolsó pillanatban dobott be a mély vízbe. És hát volt egy, ugye az ominózus Blick interjút, azt se tudtam, hol vagyok. Alig aludtam, segítettem neki a beszédírásban, szervezni dolgokat. Hát, na, hát az egy nagyon intenzív folyamat volt. És akkor csak úgy utolsó pillanatban bedobja, hogy akkor én ott jelenjek meg, nézzek jól, legyek kisimult, de közben oldjak meg minden feladatot. Egyébként meg mindenki hülye, és mindenki rosszul csinál mindent. Szóval, na hát... Szerinted kicsoda Magyar Péter valójában? Erre a kérdésre... Azt hiszem, nem is merek válaszolni. Szerinted mi fog történni azután, hogy ez az interjú nyilvánosságra kerül? Nagyon mérges lesz, dühös, de azt fogja mondani, hogy ő erre számított, sőt, talán azt is fogja mondani, hogy mindez a Fidesz műve, mert nyilván mindenre ez a válasza. És hogy velem mit fog csinálni, azt nem tudom. Remélem, hogy a családomat nem bántja. Nem mondom azt, hogy most bármire képes, de sok mindenre képes. Hát kezdjük ott, hogy talán a legelején, hogy várható volt-e szerintetek, Melinda, az, hogy a volt barátnő is kitereget a volt feleség után? Egyértelműen várható volt. Korábban ezt a hölgyet láttuk már többször megjelenni a médiában, nyilatkozni. Nem volt ő mindig olyan stabil, és egyébként ehhez csak gratulálni tudunk, hogy most már végre ő is kimeri mondani azt, hogy mik zajlottak ebben a kapcsolatban. Részemről szakemberként egyébként teljesen mindegy, hogy ez egy objektív története, vagy a szubjektív megélése az valakinek, hogy bántalmazzák, fenyegetik, megfélemlítik, vagy terrorizálják. Én nyilván azt tudom megítélni, amit valaki elmond, és abban biztos vagyok, hogy ez egy traumatizáló helyzet, és egy nagyon nehéz és nyomás alatt volt egy igen hosszú ideig az említett hölgy. Tehát szerintem időszerű volt, és várható talán még. És azt is gondolod akkor ezek alapján, hogy igaz volt ez a videó, tehát mind a beszédéből, a szavakból, a testbeszédből, a mimikából, neked az jön le, hogy ez egy igaz történet?
A hölgy a szubjektív megélését igazán mondja el. Hogy a szubjektivitás és az objektivitás hol fog találkozni, az pedig azt hiszem, hogy az igazságszolgáltatásnak a kérdése, nem az enyém. Nos, én is talán itt kapcsolódnék be, ahol Melinda abba hagyta, mert talán ez a legfontosabb, hogy ugye Magyar Péter mindenre válaszul azt közölte, hogy hát ő feljelentést fog tenni, mert neki zandásítva az álláspontja most tömören az volt, hogy a hölgy kép- és hangfelvételket készített a párt béli társaival folytatott egyeztetésére, és hogy ezzel úgymond zsarolta őt. Na most, innentől kezdve én nem vagyok szakember, nem tudom megítélni, hogy mennyire igaz egyik, avagy másik sztori. Nekem mind a kettőt elképzelhetőnek tartom az eddigi információim alapján, de azt gondolom, hogy ennek az igazsága tényleg majd csak akkor fog eldőlni, hogyha megtörténik egyáltalán valóban ez a feljelentés, mert hányszor van olyan, hogy politikusok azt mondják, hogy hát feljelentek valakit, és hát nem, ezt így látványosan egy sajtóközleményben, egy Facebook posztban bejelentik, aztán nem történik semmi. Én erre is kíváncsi vagyok. Minden esetre az egy kétségtelen tény, hogy hát Magyar Péter magánéletével kapcsolatban minimum merülnek fel észszerű kételyek a szélesebb közönségbe, és én azt gondolom, hogy, és ez egy érdekes vita lehet, hogy vajon hol húzódik ennek a közügy és a magánéletnek a határa. Egy azonban csak egy ilyen költői, vagy egy ilyen költői felvetésként itt hagynám, hogy vajon ez miért csak most lett probléma a Fideszben. Addig, ameddig Magyar Péter Varga Judit férje volt, addig ez miért nem volt probléma? Most, hogy hirtelen Magyar Péter az ellenzék vezető. Szerintem egyrészt ez mindig is probléma volt a Fideszben, itt azért a baloldalhoz képest mindig sokkal keményebb mérce volt a családon belüli erőszakkal és mindenféle ilyen barbár tettel kapcsolatban. Nyilván van egy pont, amikor a pohár betelik, és akkor borul a bili, és azért itt a válással nagyon egy időben történtek ezek az események, de sokkal érdekesebb az, amit ebben a majdnem egy órás felvételben meghallgathattunk, hiszen aki egy percig is kételkedett Varga Judit a Frisbee-ben elmondott, szintén nagyon hosszú, és ha valaki úgy tényleg végignézi, szerintem nem kétségbe vonható őszintességű interjújában, most aztán tényleg a másik politikai oldalról megkaphatta egy az egyben ugyanezt, hiszen Fogge Levelin és családja köztudomásúan soha nem tartozott kormánypárti fideszes körökben. Ehhez képest teljesen ugyanazt a jellemrajzot adja Magyar Péterről, egy bántalmazó, erőszakos, szavahihetetlen, hazug figura, és azért arra az apróságokra nem tudom, figyeltek-e a kedves nézők, akik már végignézték ezt a videót, hogy ugye még a Varga Judittal tartott házassága idején jöttek össze, majd ugye Fogge Levelin elment segíteni Magyar Péternek, amikor hát szüksége... Az nem derült ki, hogy akkor jöttek össze, amikor ők akkor ismerkedtek meg? Hát akkor ismerkedtek meg, na igen, valóban nincs kimondva, hogy milyen céllal, így pontos ezt hozzá kell tenni, de még akkor ismerkedtek meg, már akkor nagyon tetszett ugye Evelynnek Magyar Péter, és aztán amikor kitálalt, úgy érezte segítenie kell neki, mellé állt, harcostársa volt, és elárulta őt. És azért itt felsejlik ugye egy nagyon kétes vállalkozói háttér, aki az első összegeket adta, felsejlenek nagyon csúnya hazugságok, úgyhogy a válaszom az, hogy szerintem igenis a közvéleményre tartozik, hogy egy népszerű párt vezetője hazudik-e, bántja-e a nőket, hazudott-e akkor, amikor mondjuk Varga Judittal élt, és így tovább. Azért én azt hozzátenném, hogy itt kettő ügyről beszélünk, de egyébként három ügy van jelen pillanatban, ami ebben a kategóriában is bántalmazás területén érinti az említetteket. És a harmadik ügy az pedig bíróságon van, és egy szexuális zaklatásnak az ügye. Tehát azért ne felejtsük el, hogy itt ráadásul nem is csak közszereplők indítanak valamiféle eljárást, de a közszereplőknek szerintem az egyetlen útja az, hogy már tényleg a média nyilvánosságába lépjenek ki. Hiszen amíg egy átlag ember tényleg tud fordulni a bírósághoz, tud fordulni egy baráthoz, és kihozza a kétszemélyes helyzetből, mint a bántalmazás legjobb ellenszere, addig ezt egy közszereplő
hát korlátozottan tudja megtenni. És szerintem ezt láttuk Varga Judit esetén, és ezt látjuk ebben az interjúban is, hogy itt már ezeknek az embereknek nincs más megoldása, mint hogy országvilág előtt kell, ezt egyébként általában szégyenként élik meg az emberek, tehát ezt a nagyon nehéz beszélgetést lefolytatni. Na hát el kell, hogy mondjam, hogy 0-0-nál szerintem egy közszereplőnek le kell szögezni, hogy a kapcsolaton vagy családon belüli erőszak minden formájával szemben zéró toleranciát kell gyakorolni. Tehát szerintem ezt kell leszögezni, és Gergő sem jár jó úton szerintem, amikor azt próbálja vizionálni, hogy az egyik politikai oldalon markánsabb következményei vannak az ilyen kiderült eseteknek, mint a másikon. Én úgy gondolom, hogy egy normális világban a bűnnek nincsen színe, tehát ha bármilyen elítélendő vagy elítélhető esemény kiderül, akkor az a kutya kötelessége formációtól és szekértábortól függetlenül mindenkinek szembenézni. Nagyon olcsó politikai magaslabdát kaptam azzal, hogy hány kormánypárti botrányt soroljak most fel, ahol nem volt érdemi, hogy a társadalom számára elfogadható következmény. Melyiknek nem volt következménye? De tudnám sorolni, de nem szeretném elvinni ezt a nagyon fontos témát, mert szerintem itt 0-0-nál a pozícionálása rettenetesen fontos. Tehát szekértábortól függően nem szabad sem mentegetni, sem relativizálni ilyen eseményeket. Ugyanakkor nem véletlenül emlegetek szekértáborokat, egy nagyon sajnálatos jelenség alakult ki Magyarországon. Biztos vagyok benne, hogy ennek a mai hírtévi adásnak, meg az itt felépített narratívának valami kevés hatása lesz Magyar Péter táborában, és fordítva. Óriási gondnak tartom azt, hogy a közgondolkodás és a közvélekedés a komment szekciókkal együtt elment oda, hogy párhuzamos véleménybuborékokban létezünk, és az egyik véleménybuborék akár teljesen megalapozott megfejtésének alig van hatása a másik véleménybuborékban, és ez nincs így jól. Bárki mondhatja azt, hogy bármi történt, a másik fél bármikor mondhatja azt, hogy feljelentem, és majd a bíróságon elégtételt veszek. A lényeg az, hogy mindenki besározódik a végére. Tehát annyi karaktergyilkos, lejárató jellegű kampány volt egyébként az én politikai közösségemet érintő módon is, engem érintő módon is az elmúlt években, hogy a társadalom egy túl nagy és jelentős része már nem képes komolyan venni, akár még a komoly ügyeket sem, és ebben egyébként a teljes politikumnak elódázhatatlan felelőssége van, a kormánypártiaknak is, a kormánypárti médiának és egyébként az ellenzéki bizonyos részeinek is. Ezzel a felelősséggel valamelyik ponton szembe kell nézni. Nagyon sokan a kiderült és tényleg megtörtént bűnöket is relativizálni fogják azért, mert adott esetben ez egy kormánypárti médiumban jelenik meg, vagy éppen az alapján, hogy hol jelenik meg az interjú, és hát azt is látjuk, hogy felmentést is lehet nyerni nagyon sok mindenre szekértábor logika alapján. Én azt mondom, hogy ez nincs így jól. A bűnnek nincsen színe, ugyanakkor az a szintű fejtegetés, hogy ki kivel mikor ismerkedett meg, szerintem a magánélet kategóriájába tartozik, nem közügy, és látom, hogy nagyon görcsösen próbálnak a kormánypárti véleményformálók egyébként politikailag érthető módon minden, még magánügyből is közügyet faragni. Engem leginkább az érdekel, ami BTK-s, tehát ahol ugye egy másik hatalmi ágnak lehet szerepe, vagy az, ami erkölcsileg olyan súlyosan elítélendő, hogy a társadalom jelentős része egy immunreakciót gyakorol rá. Magyarul és ezt azt gondolod, hogy ez nem? Tehát ez nem annyira súlyos? Az, hogy itt egyik lehallgatja a másik az egyiket, de az egyik zsarolja a másik az egyiket, és már gyakorlatilag azt sem tudjuk, hogy ki kezdte a zsarolást. Ha ez így történik, akkor rettenetesen úgy súlyosnak tartom. Arra szerettem volna kiukadni, hogy több százezer, vagy akár több millió ember lesz az országban, aki akkor is vitatja a történtek megtörténtét, hogyha ezek akár alátámasztható dolgok, mert annyi karaktergyilkos, levadászó jellegű politikai kampányon vagyunk túl, hogy egy nem túl természetes, de immunitás is alakult ki a negatív előjelű hírekre. Nekem egyébként nagyon nem tetszett az ötkertes videó, tehát az én világ látásomtól az távol áll, szerintem egy közszereplő nem feltétlenül jó irányba mozdul el, hogyha így szórakozik egy szórakozó helyen, de azt mondom, hogy a megismerkedés időpontja az lehet, hogy a magánügy része, viszont ha történt bármi olyan, ami BTK-s paragrafusba ütköző, akkor természetesen azzal el kell számolni, ez lenne talán a normális meg. Csak annyit hagy fűzzek itt hozzá, hogy azért nem kéne mindent ezzel a generál szósszal lelocsolni, mert az elmúlt évek tanulsága pontosan az, hogy például a Jakab Péter erkölcstelenségeinek a Jobbikban annak idején semmilyen következménye nem volt, a Donát család ügyeinek nem volt párton belül következménye, és hosszasan sorolhatnánk azokat a nagyon gáz történeteket, amelyeknek a bal oldalon nem volt következménye, a jobb oldalon meg azt látjuk, hogy mindig mindent egyértelmű következmény. Erre muszáj reagálnom, mert az a helyzet, hogy a baloldali követ
következményekről, érintettséghiány nem tudok beszámolni, de az az eset, amit említettél, hát de az illető elhagyta a politikai közösségünket. Dániel. Van annál erősebb következmény, mint hogy valaki kikerül, vagy elhagyta nagy sokára, nagy sokára, miután megbukott egy választáson. Tudsz egyébként. Egy pillanatot türelmet szeretnék kérni, mert nagyon előre mentünk a következményekhez. Egy picit térjünk rá arra, hogy itt ez a videó hogy kezdődött, és hogy mi volt rá a reakció. Mert ugye Dániel azt mondja, hogy, hogy az ötkertes videóval kapcsolatosan, hogy az nem magánügy, meg magánügy, hogy itt viszont a válasz mindenképpen közügynek kell tekinteni, hiszen a Tisza párt elnöke az, aki kiadja ezt a közleményt. Ugye sajtó e-mailt is küldött mindenkinek. Azt írja ebben a posztban, hogy soha nem volt ilyen közel a First Lady pozícióhoz Fog Evelyn, ezt ő magáról állította, és akkor folytatódik tovább ugye az e-mail, azt írja, hogy a volt barátnőm Fog Evelyn május óta zsarol engem és a Tisza pártot. 30 millió forintot akart fenyegetéssel kizsarolni tőlünk, nem csak tőlem, hanem a párt másik 5 kollégájától is követelte az említett összeget. Miután a zsarolását visszautasítottuk, felvette a kapcsolatot a Fidesz alelnökével, Kubatov Gáborral, és havi 5 millió forintos és egyéb juttatásokért cserébe elvállalta az Indexen megjelent hazug propaganda interjút. Jó, tehát egyrészt ugye ezt Magyar Péter Dömen mondja, ő az, aki ezek szerint osztogatja a First Lady pozíciókat, nyilván az ötkertben is ezt tette, egészen szánalmas szerintem. Másfelől meg amit hallottunk, az a legdurvább rágalmazásnak a tipikus esete. Tehát egyik oldalon egy őszintének látszó 50 perces, nagyon mély interjú áll, másik oldalon meg egy olyan képtelen vád, mint hogyha Márki-Zay Pétertől hallottuk volna. Hát azért ezt illene bizonyítani. Na. A rágalmazás tekintetében az majd egyrészt ki fog derülni, mondjuk, hogy tényleg fog elevelni, mondjuk adott esetben fog-e rágalmazás miatt feljelenteni, illetve ezért mondom azt, hogy kulcsfontosságú lesz, hogy ezzel a feljelentéssel mi lesz, hogy ez be van-e mondva, vagy pedig tényleg lesznek-e következményei. Amit képviselő úr említett, picit visszacsatolnék erre a szekértábor logika mentén való gondolkodásra. Ez a történet tipikusan alkalmas arra, hogy mindenki a saját szimpátiáját, illetve az utálatát belevetítse ezekbe a szereplőkbe, mert itt ezekről nem tudunk objektív módon meggyőződni. Melinda ugyan adhat támpontokat, hogy szakmailag, hogy ezek mik lehetnek ezek a helyesek, de a teljes valóságot nem tudjuk. És innentől kezdve ez egy remek hitvita tud kialakulni, úgyhogy nem ismerjük tulajdonképpen magukat a tényeket, hanem mindenki a szimpátiája alapján fog majd a kommentmezőbe vagdalkozni. A tényeket nem, de a viselkedési formákat és a válaszokból gondolom, én laikusként nem értek a pszichológiához, hogy valamit azért vannak olyan panelek, amik ide-oda tehetők és egy jellem leírást adnak. Pont erre akartam kitérni, hogy azért ezek hosszú interjúk, tehát itt nem is arról van szó, és ráadásul, ha minden igaz, akkor vágatlanul ment le, talán mind a két interjú, vagy apró vágásokkal, de a lényeg az, hogy ezek hosszú interjúk, és azért ebből sok mindent le lehet szűrni, én ezért mondtam azt, hogy maga az, hogy ez a hölgy traumát szenvedett el, az egyértelműen biztos. Hogy ez a trauma miből fakadt, hogyan történt, pontosan úgy történt-e, vagy az ő érzelmei vezérlik, az már egy szubjektív kérdés, és az objektív részt pedig valóban az igazságszolgáltatásnak kell kimondani. Ezért én itt az urak figyelmét azért arra felhívnám, hogy kimondjuk, hogy zéró tolerancia a bántalmazással szemben, amivel teljesen egyetértünk, de ez teljes sallang mindaddig, amíg nem tudjuk a politikai téren túlról nézni a bántalmazásnak a kérdését. És amikor azt mondjuk, hogy szekértábor, meg hogy bezzeg a jobb oldalon, vagy bezzeg a másik oldalon történt a következménye egy-egy ilyen ügynek, akkor ott azt kell mondanom, hogy már megint visszahúzzuk egy politikai szintére magát a bántalmazásnak az ügyét. Holott a bántalmazásnak az ügye egyszerűen azért közügy, mert rendkívül sok adóforint megy a kezelésre, rendkívül sok megy a prevencióra. Kiépítettünk egy olyan hálózatot, ahova igenis minden magyar ember tud fordulni, de azért nem mer fordulni, mert közben a bántalmazó zsarolja és fenyegeti. Ez már szakmai kérdés. Szakmai kérdés már az, hogy hogyan fogjuk azt kezelni, azt a bántalmazást, és egyáltalán nem a politikának a szintere való igaz, de akkor mi se, és ebben a műsorban se, és egyik műsorban se húzzuk le valójában a politikai szintére. A bántalmazás kezelésének a kérdése társadalmi szinten közügy.
rendkívül sokba kerül, és nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő időben a szakember ott álljon valaki mellett, és ezt nem fogja tudni megoldani a politikus, abban tud segíteni, hogy legyen egy olyan társadalmi konszenzus, ami kimondja, hogy zéró tolerancia van a bántalmazással szemben, és bizony, aki ilyet követel, vagy akár gyanúba keveredik, és nem védi meg magát bíróság által, akkor onnantól kezdve nem alkalmas politikai szerepvállalás. Egy bántalmazott mennyire korán vagy későn tud rálépni a viszont bántalmazás útjára? Kérdezem azért, mert ugyanebben, csak ugye olyan picivel van írva, hogy lehet, hogy nem látjátok itt, de azt írja egyébként Magyar Péter, hogy nem a fenyegetései miatt lett ennek a kapcsolatnak vége, hanem azért, mert rájöttek arra, hogy Evelyn hang- és képfelvételeket készített velem és a párt vezetőivel folytatott beszélgetéseiről és vitáiról. A Fidesz-szel kötött piszkos megállapodásának részét képzi a hang- és képfelvételek átadása. Azt írja, az orosz titkosszolgálatokat meghazudtoló megállapodásról és arról, hogy 11 órányi felvételt adott át Kubatovéknak. Lehetséges, hogy tényleg így próbálja megbosszulni azt, hogy ő bántalmazva volt? Nyilvánvalóan lehetséges, tehát a lehetőség az ott van. Én nem tudom, hogy milyen módszerekkel élnek egy párton belül, nem is akarok ebben azért fantáziálni, és álnaív sem szeretnék lenni ebben a kérdésben. Ugyanakkor nem ment fel egyébként senkit a úgynevezett, hogy viszont bántás, tehát hogy az is egy bántalmazó kategória, és amennyiben zéró toleranciát hirdetünk, akkor ez oda-vissza működik. Ennyi. Igen, hát többszörösen nehézem, de mégis könnyű helyzetben vagyok. Nehéz, mert ugye politikai szereplőként valamennyire most meglettem ezzel a kijelentéssel célozva, egyébként egyetértek vele az utolsó szóig. Másrészt egy másik pártnak a vezetőjéről, vezetéséről az ember mindig egy egészséges távolságtartással kell, hogy nyilatkozzon, mert a tévénéző az teljesen jogosan vádolja elfogultsággal azt a képviselőt vagy közszereplőt, aki nyilván rivális szervezet képviseletében ül itt. De mégis könnyű a dolgom, mert ezt a zéró toleranciát egyrészt kimondani felelősségünk, és én politikusként nem akarok szakmai döntéseket hozni ebben a kérdésben. Az én feladatom az, hogy támogassam egy olyan klímának a kialakulását, amelyben a szakemberek el tudják látni a dolgokat. És pont ez a bajom a kormánypárti retorikának egy részével, hogy ez a bezzeg mi, és ti pedig olyanok vagytok, hát ez mindenhova vezet, de a konszenzus irányába biztos nem. Tehát azt az eleganciát lenne nagyon jó megtapasztalni, hogy bizonyos kérdésekben félre tudjuk már tenni azt a nem mondom milyen pártlogikát, és azért keserű az ember, és nem akarom én sem palástolni a keserű érzéseimet ezügyben, mert nagyon sok olyan kísérletem volt a parlamenti 10x év alatt, amikor ilyen nemzeti minimumokat megpróbáltunk tető alá hozni. Mondok egy példát, kilakoltatási moratórium egészen addig, amíg a devizahiteles családok káváriáját nem oldjuk meg. És 50 kilakoltatáson jogsegélyeztünk, igyekeztünk segíteni a családokat, de nem volt meg az a kormányzati elegancia, hogy azt mondjuk, hogy itt egy társadalmi probléma, próbáljuk ezt nem párt szinten kezelni, oldjuk meg, és aztán mindenki arassa le a politikai babérjait, ahogy akarja. Nem. A logika az az volt, hogy ami az ellenzék részéről jöhet, az csak rossz elképzelés lehet, és majd mi. És most is ezt érzem egy kicsit, hogy bezzeg nálunk. Mondok még egy példát, és ezzel befejezem. A gyermeknevelési cikkek áfa tartalma 27% európai rekorder Magyarországon, és közben teljes joggal demográfiai fordulatot szeretnénk, de nem lehet, ha büntető adóztatják a gyermeknevelést. Ez megint tipikusan egy olyan téma, amit nem politikusok, nem kínál politizálni, politikusok dönthetnek róla, de nemzeti minimumra alkalmas, és számtalan ilyen téma van. Bence, kérlek. Szóba került itt a sértettség. Ez nagyon nem könnyíti meg a tisztánlátást. Tehát, hogy itt értelemszerűen mind a két félben benne dúlnak ezek az érzelmek, és óhatatlanul összekeverednek ezek így ebben a posztban is, Magyar Péter posztjában is vélek felfedezni sértődött, a First Lady is mondatra, ez egyértelműen ilyen vonal nekem, illetve most meg nem tudom mondani, én ugye végighallgattam ezt az interjút ma délelőtt, ugye Fogel Evelyn mondandójában is én felfedezni véltem ilyen elemeket, de nem akarom elbagatelizálni, ez teljesen természetes, csak azt mondom, hogy... Melyek ezek egyéb? Nem egyszerű, most már meg nem mondom, hogy melyik, de találtam benne, már nem emlékszem rá, mert 49 perc talán az interjú, de mondom, nem is ez a lényeg,
mert ez azt gondolom, hogy természetes, hogy ilyenkor mindegyik félben ez ott dominál, és ezért nem lehet senkit se számon kérni. Ami viszont ugye Melinda mondta, hogy hát ezt nem kéne a politika színterére lerángatni, és itt megint visszaköszön nekem az, hogy mi a közügy, és mi a nem közügy. Tehát ez innentől kezdve nekem bekerül a politikai közügybe az, hogy egy ilyen kapcsolatban mi történt, avagy mi nem történt, de a kettős mércét az továbbra is látni vélem, hogy Magyar Péter követői azok őt mindenbe fel fogják menteni természetesen Magyar Pétert, már látom is egyébként a kommentmezőben ennek a jeleit, Magyar Péter bírálói pedig egy újabb pontot fognak látni, hogy na hát ez milyen egy erőszakos, alávaló alak. Mindig mindenben felmentik Magyar Pétert a kommentelők, minden esetre egy érvelés technikai hiányosságot fedeztem fel itt Magyar Péter hosszú bejegyzésében, hogy ott van ugye Kubatov Gábor, ott van Rogán Antal, ott vannak az orosz titkos ügynökök, de a kettő között hol a kapcsolat? Tehát a béka embereket, amelyek ugye ilyen ürgebőrgbe vart adóvevőkön érintkeznek, mindenképpen bele kellett volna még tenni. Egyébként csodálatos az, hogy azzal vádolja, nyilván egyelőre minden bizonyíték nélkül Magyar Péter volt kedvesét, hogy hangfelvételeket készített róla. Hát egyrészt ezt nem látjuk egyelőre igazoltnak, de hogyha ne adj Isten így lenne, hát akkor nagyon is megérdemelte Magyar Péter, hogy hangfelvétel készüljön róla. Csak ugye van az a gyerekmondás, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Lát, hogy ez... Szerintem nem érdemelte meg, mert... Szerintem meg az... a bűnt nem lehet így bagatellizálni, tehát ez a szekértábor gondolkodás, és ez vezet nagyon rossz vizekre. Akármelyik oldalról történik hasonló, az elítélendő, és úgy gondolom, hogy tisztességes közszereplőnek el is kell. Bocsánat, csak egy mondat, szerintem igazságtalan vagy akkor, amikor azt mondod, hogy megérdemelte, mert azzal, hogyha valaki ellen elkövetnek egy bűncselekményt, vagy egy erkölcstelen dolgot, azzal nem az a válasz, hogy én is elkövetek akkora, vagy hogyha... Tehát, hogy ez... Arra viszont azért én reagálok, hogy igenis egy politikai közügy, ez nagyon igaz, ez a mondás, és a politikai közügynek pedig egyetlen megoldása van, főleg akkor, hogyha már valaki harmadszor keveredik ilyen problémába, már nem tudom, hanyadszor látunk róla kínos, kellemetlen, fiatalokat vegzáló, vagy hát legalábbis ledegradáló, általában fiatal nőket, de azért én nem vagyok abban biztos, hogy itt csak hölgyek az érintettek. Tehát, hogy folyamatosan látjuk azt a fajta morált, éppen amit itt mondunk, hogy mennyire fontos lenne, és mennyire jó lenne felemelni a morális szintre, mondjuk a mentális egészségnek a kérdéseit, így például a bántalmazásnak a kérdését, és erre jön egy ember, aki egy politikai vezetőnek gyakorlatilag magát kikiáltja, vagy az ő szekértábora kikiáltja, ezek után pedig gyakorlatilag Budapest utcáin mindent lerombol, amit mi szakemberek gondolunk a mentális egészség kérdéseiről, és ezek után ennek ott tényleg nincsen következménye, holott ennek egy politikai közügynek kell lennie, és bizony elég sok embert szólítottak fel az elmúlt időben arra, hogy távozzon ebből a pozíciójából, na ennyi belátása azért lehetne. Innen folytatjuk a reklám után. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk vissza. Köszöntöm Önöket, folytatódik a komment. Vendégeim továbbra is a stúdióban Hall Melinda, Zékárpád Dániel, Hud Gergely és Árpási Bence. És ott tartottunk, hogy Melinda felvetette ugye itt a pszichés hogylétet, és beszéltünk már a szekértáborokról is. Ezt a kettőt egy picit így gyúrjuk most össze a következő kérdéshez. Van már itt egy névsor itt a nők között. Fogel Evelin, Varga Judit, Szőlősi Györgyi. Ugye ebből csak kettő számít ex-barátnőnek, de Szőlősi Györgyivel tartott beszélgetését az ominózus ATV interjúban talán mind emlékeztek, hogy hogyan viselkedett vele, meg hogyan beszélt vele. És nem a durva feminizmusra szeretnék most itt utalni, de pusztán arra, hogy a nők
hogyan vannak a szavazókorú nők ma Magyarországon, hogy valahogy olyan, mintha teljesen elutasítanák ezeket a szituációkat, ezeket az interjúkat és ezeket, amiket láttunk már és hallhattunk. Hogy lehet, hogy ezeknek a nőknek nem tűnik fel az, hogy miképp viselkedik a Tisza párt elnöke? A magyar mentális lelkiállapot az így van. Tehát én erre ezt tudom mondani. Tehát nagyon, nagyon nehéz és nagyon rossz a lelkiállapot. És nagyon sokan szenvednek bántalmazó kapcsolatoktól, bántalmazó környezettől, mérgező környezettől, vagy mérgező kapcsolatoktól, és én úgy látom, hogy nagyon sokszor egy online jelenlét az valahol egy ilyen kapaszkodó is, hogy a saját világomból kijövök, és ott vizionálok valamit, ami nem biztos, hogy valóság, sőt, hát ugye ebben az esetben elég sok minden nem valóság, de abba bele tudom magam élni, abba bele tudok szeretni, azt tudom idealizálni, mint egy mese, mint egy ilyen jó mese, amiből rossz felébredni, rossz meglátni, hogy mi a saját életemben a nehézség. A kommentelőkkel úgy alapvetően ez az élményem, hogy nagyon sokszor oda kerül a sok frusztráció, a sok dühösség, a sok kiábrándultság, reménytelenség, és persze a pszichológiai, patológikus jellegű klinikai tünetcsoport is megjelenik. Én ezt látom benne, tehát a magyar lelki állapot javult, de nem jó. És talán a nőket kifejezetten érinti bizonyos kérdés, mint például a bántalmazás. És a férfiak ezt látják? Picikét csak a kommentekre visszatérve nekem, ez picikét olyan a kommentmező, ez csak egy ilyen zárójeles kitétel, a kommentmező, mint régen ezek a WC-firkák, hogy ez gyorsan elérhető, ott oda lehet valamit kommentelni, ott van nálunk a telefon, oda kiadjuk az első frusztrációnkat, és kész, ennyi. Az pedig lehet, hogy kicsit udvariatlan leszek, és Nóri, egy picikét veled vitatkozom, vagy legalábbis árnyalom ezt a képet, ugye mondtad ugye Szőlősi Györgyit és az ATV-s interjút. Én ezt annyiban árnyalnám talán, hogy Magyar Péter az interjú helyzetekben, hát finoman szóval is megmutatkozik az, hogy én úgy értékelem, mint hogyha nem nagyon szeretné ezekre a kellemetlen kérdésekre válaszolni, és mint hogyha személyes támadásnak élné meg azt, hogy neki kellemetlen kérdéseket tesznek fel. És erre ennek az alátámasztására adhozzam ide, hogy amikor ugye Rónai Egon azzal a híres piros dosszéval szembesítette, akkor ő... De nem mondasz ellent, Bence, csak a kettő között az a különbség, hogy valószínűleg velem te nem úgy beszélgetsz, mint egy haveroddal. Valószínűleg akár Dániellel vagy Gergővel sem úgy beszélgetsz, mint velem viszont, hiszen egy nő vagyok. Természetesen. De mint ahogy itt a műsorban se senkivel se úgy beszélgetek, mint ahogy mondjuk adott esetben tényleg a csetelés közben, vagy a haverjaimmal egy sörözés közben, és mint ahogy a haverjaimmal sörözés közben egy nővel se fogok úgy beszélgetni adott esetben. De ez... Én inkább erre vezetném vissza, hogy nem feltétlenül szeret a kínos kérdésekre válaszolni, vagy azokra, csak azokra szeret válaszolni, amire ő akar, márpedig azt gondolom, hogy közhatalmat gyakorló emberek neki kutya kötelessége válaszolni a minden kérdésre, ez ugyanúgy igaz a fideszesekre is, természetesen. Én azzal egyet tudok érteni, hogy alapvetően a vitákba bele kell állni, mindenhova be kell menni, legyen szó tévécsatornáról, konferenciáról, vagy a társadalmi vita más platformjáról, tehát én is most itt vagyok, pedig nyilvánvaló módon kaphatok kellemetlen kérdéseket, állok elébe. A helyzet az, hogy itt most már a társadalom pszichológia olyan mélységeit kezdjük elérni, amire a szakember teljes felvértezettséggel válaszolhat, én viszont a Jobbik országgyűlési képviselőjeként sokkal visszafogottabb kell, hogy legyek, mind a választók megítélése szempontjából, mind egy másik párt vezetőjének a megítélése szempontjából. Elintézhetnénk olcsón azzal, hogy hát amíg nem mondták ki bíróságon, hogy valaki bűnt követett el, addig ártatlannak kell minősíteni, de nyilván elmondtam azt is, hogy az ötkertes videó az nálam már kiverte az inger küszöböt, tehát én nem így szórakozom, tehát nagyon sok összetevője van ennek a dolognak, de a szekértábor logika a lényeg. Tehát a demokráciánál jobbat ugye az elmúlt évtizedekben sem nagyon találtak ki Magyarországon, és hát itt egy olyan pártnak a vezetőjéről van szó, mely azért erebélyes százalékot tudott az EP választáson magáévá tenni. Ebből kifolyólag korábban talán példátlan kormánypárti ösztűz zúdul ebbe az irányba, és ezen ösztűz közepén nyilván lesz, aki az újabb és újabb híreket relativizálni fogja, pusztán azért, mert egy másik szekértábor tagja, és lesz, aki akkor is zsigeri gyűlöletet fog érezni, hogyha egyébként magától nem érezne. Ezt egy nagyon káros jelenség tartom,
gondolom, mert lehetetlen objektivizálni ezeket a vitákat. Én úgy gondolom, hogy a társadalom berkein belül egy sokkal mélyebb, ha úgy tetszik, a Maslow piramis egy lentebbi részén lévő ilyen zsigeri változástól való félelem kezdi átítatni. Nem csak a magyarságot, de egyébként az egész fejlett világot. Érezzük azt, hogy egy veszélyes korban élünk, az önvédelem korában élünk, amikor különböző krízisek polikrízisként egymásra rakódva az eddig megszokott életünket elkezdték kikezdeni. Gondoljunk a Covid lezárásokra, gondoljunk erre a nyárra, az árvizekre, mindenki érzi, hogy valami változóban van. És mindenki támpontokat keres, egyébként az én politikai közösségemnek a programja is ezekre próbál válaszolni, a vízgazdálkodás átalakításától kezdve a családtámogatás megerősítésig, és ebben a bizonytalan közegben jönnek be ezek az ügyek, és akkor szűrődnek le a komment szekcióba. Tehát amit érezhetnek, az valószínűleg az, hogy egy általános bizonytalan helyzetben zsigeri indulatok tudnak elszabadulni. A komment szekcióban ráadásul olyan gyalázatos mélységben, hogy így face to face, hogy az életben ez egészen biztos, hogy nem fordulhat elő. Ennek az állatorvosi lova az árvízi védekezés volt, ahol én megkaptam először azt, hogy miért pólóban pakolom egy hétig a zsákokat, miért farmerben megyek oda, mert abban nem is lehet dolgozni, mikor vettem a lapátomat, én pedig mindenkinek visszaírtam, várjuk szeretném. Gyönyörű szép gondolatok ezek. Köszönöm, bármelyik főiskolán ilyen beugró tanárként felkészültség nélkül, anélkül, hogy tudnád, hogy milyen előadásról lenne szó, azonnal kivágnád magad, szeretem 90 percben. Köszönöm, ez simán. Ugyanakkor azért egy kicsit érdemes magáról a témáról is beszélni, mégpedig arról, hogy Orbán Viktor az elmúlt 35 év során sosem tartott igényt arra, hogy körülötte személyi kultuszt ápoljanak, pedig voltak nagyon könnyű, nagyon előre szaladó szép korszakok, amikor konjunktúra volt az országban, és ő ezeket a beállított fotókat, ezt a rajongást ugye nem igényli, nem várja. Ehhez képest Magyar Péter nem egész fél éve aktív a politikában, mert mondjuk ezt a március 15-i tüntetéstől számolom, és mondjuk ki, ő egy narcisz. Tehát azok a képek, amik a gáton készültek, azokkal a tiszta beállított kesztyükkel, és most nem is a sutaságra, hogy nem tud megfogni egy lapátot, az is szánalmas. De ki hányszor kellett azt a fotót elismételni, amikor a surló fény így a állánál, és akkor a kesztyű is pont jól villan, és nagyon helyesen áll a csizma meg minden. Tehát azért, na, lássuk be, hogy ez egy... marketing? Ez egy teljesen új jelenség. Csak annyit tegyek hozzá, az egész bocsánat. Instagram meg közösségi média erre... De ilyet még nem láttunk Magyarországon, és ami szerintem újdonság a komment szekciókban, az az, hogy megtört a varázs. Nem azt állítom, hogy Magyar Péter most hirtelen elveszíti a népszerűségét, de a másik oldal felbátorodott, szétosztják Magyar Pétert és a híveit minden oldalon, tehát jobboldali kormánypárti oldalon meg, balos oldalokon, Magyar Péter oldalára is oda mennek, és szétröhögik magukat ezen az elmúlt egy héten a gátakon készült fotókon, és ez egy új jelenség, mert ez eddig nem volt, így el volt halkulva a nemzeti oldal, most pedig felbátorodott, és jót kacag ezen az egész vircsafton. Ez lehetséges, hogy ilyet még soha nem látott Magyarország, legalábbis a politikai szintéren, a nyugati világban pedig ez egy egészen természetes folyamat, hogy egy közszereplő, egy politikus, vagy legyen az akár egy filmsztár, ilyen allűröket vesz fel. A probléma itt szerintem azzal van, hogy megerősítünk egy valójában pszichopatológiai tünetegyüttest, vagyis magát a személyiség zavart és magát a narcizmust. És hogyha ezt megerősítjük bármilyen szinten, és akár a hölgy kommentelők, akik messiást vagy istent látnak benne, akár a férfiak, akik nem emelik fel a szavukat az ellen, hogy nőket, vagy férfiakat, vagy bárki. Szaladj vissza a konyhába, ne nézd ezt a hülyét az interneten. Bántalmazás érjen, tehát hogy én azt hiszem, hogy egy csónakban vagyunk, és azért hozzá kell tennem, hogy megérkezett egy új fajta, és a modern kor, és ez már a marketing része tényleg, és hogy hogyan változik a világ. Tehát itt szerintem mélyebbre kell ásnunk, hogyha ezt egyáltalán meg akarjuk állítani. És ebben felvetném, hogy még egy dolog van, amit a magyar politikai élet még nem látott és nem ismert, az a mentális egészség kérdése, és az, hogy nem történik prevenció. És a prevenció szinten meg kellene valósítanunk azt, hogy az embereknek felhívjuk a figyelmét,
vagy pszichopatológiákat nem érdemes kiemelni, és nem érdemes feljebb emelni, mint ahol valójában vannak, és hogy ezek kezelést igénylő kérdések, és nem pedig felmagasztalást érdemlő területek, még akkor sem, hogyha esetleg sajnáljuk, vagy rendkívüli problémákba ütközik valaki. De ezek a személyiségzavaros emberek, hogyha jól tudom, az én kicsi pszichológiai olvasottságomból, akkor ezek az emberek nagyon magasra tudják vinni, jól tudom? Tehát, hogy nagyon jól el tudják magukat adni, nagyon okosok, nagyon kedvesnek mutatják magukat, és ezért nagyon magas pozíciókat érnek el. Nem feltétlenül okosak, ez az intelligencia és a személyiség probléma, az két külön úton fejlődik, tehát egyáltalán nem biztos, hogy nem is tudom, online streaming szolgáltatók által felmagasztalt tünetegyüttesek megnyilvánulását látjuk, de azt azért látjuk, hogy a személyiség torzulás az mit okozhat. És itt most tényleg nem akarok diagnózisokba belemenni, mert felesleges is lenne, általánosságban mondom, hogy amennyiben van egy olyan kategória, ami másokat bánt, másokat sért, másokat traumatizál, akkor ez bizony már egy kezelést igénylő kérdés. Na most, Gergő, említetted, hogy ugye a miniszterelnök nem tartott igényt erre a személyi kultuszra, remélem jól idéztelek. Hát azt nem tudom, hogy nem tartott-e igényt, de hogy nem zavarja, abban egészen bizonyos vagyok, mert azért Orbán Viktor körül egy igen jelentős személyi kultusz. De látsz ilyen beállított, nagyon nyálas fotókat, nagyon photoshopolva Orbán Viktorról, mert szerintem nem lehet. Sokkal természetesebb képeket. Nyilván vannak PR-cél. Valószínűleg ezt én inkább a PR-osoknak, meg a kommunikációs tábnak az ügyességén gondolom, vagy ezek olyan jellegű árnyalatok, hogy most ki látja nyálasabbnak, vagy ki nem látja nyálasabbnak, ezek árnyalatnyi kérdések, de mindenképpen azt gondolom, hogy a miniszterelnök mellett is kialakult egy fanatikus réteg, aki őt messiásnak tekinti, és bármit mondasz neki, nem lehet eltérni, és ezt hangsúlyoznám, hogy ez politikai oldaltól független. Tehát ez a legtöbb párt esetében, vagy vannak olyan pártok, amelyek esetében megtalálható ez a politikai fanatizmus, tehát ezt én nem akarom kiegyezni kimondottan a Fideszre, mert ez igazságtalan lenne, azt gondolom. Mint ahogy messiást látni is, erre Melinda mondatőre utalok, nem jó egy politikusban látni. Tehát, hogy az, aki ez a problémáknak a megúszását jelenti, hogy nekem lehetőleg ne nagyon kelljen semmit se csinálnom, ne nagyon kelljen tennem, legyen egy ember, aki mindent megold helyettem, és akibe bele tudom fantáziálni az én minden reményemet, ezt én roppant károsnak tartom. Ez a politikai bulvár, Dániel? Meddig fog ez elfajulni? Ez a politikai bulvár. Kinyitottak egy ajtót, hova vezet ez? Mi lesz a következő lépés? Ugye rengeteg olyan kérdés merül fel itt, hogy... Én kicsit távolabbra tekintek, és azt mondom, hogy a politikai kataklizmák és rémálmok korához vezet, főleg, hogyha majd a mesterséges intelligenciát is szélesebb körben ráeresztik mondjuk a deepfake videókra, vagy azokra a lejárató karaktergyilkos anyagokra, amelyeknek az előképében a Fidesz-KDNP médiája nagyon-nagyon erős volt azért a 2010-es években, és legyünk korrektek, hogy a balliberális sajtó egy része is igyekszik felzárkózni. A pusztán lejárató, pusztán karaktergyilkos és pusztán destruktív, romboló sajtóanyagokkal. Én mindig próbáltam küzdeni ezekkel szemben. Nekem például nagyon nem tetszik, hogyha politikai alapon rokonokat, családtagokat támadnak. Én is voltam az áldozata ilyesminek, meg is próbáltam ilyen mini konszenzust elérni, ami szóban tökéletesen működik mindenkivel, csak aztán megint jön a lejárató média, és megint nem. Ugyanakkor, amit Gergő mondott, hogy már egyfajta politikai hivatkozási alapnak számít az, hogy mi történik egy komment szekcióban, ez szerintem lehet azért félrevezető. Is. A helyzet az, hogy én is voltam már a Like bajnokság első 10 helyezettje között, hidd el, Gergő, ez nem konvertálható szavazatokra, és nagyon sok olyan korábbi pártvezetőt, vagy prominens tudunk mondani, aki a lájkokat nagyon szépen szállította, de menjünk vissza még régebbre, 98 és 2002 között, úgy emlékszem, hogy a MIÉP a nagygyűlésekkel szinte csurig megtöltötte a Hősök terét, aztán kiesett a parlamentből, mert ott is kiderült, hogy a nagy rendelkezésre álló tömeg nem konvertálható át
a voksokra és a szavazatokra a szavazófülkében. Itt is ezt látom, hogy rossz következtetéseket von le az, aki a komment szekcióban az emberek tisztelet a kivételnek, de sokszor a legzsigeribb, elszabaduló indulataira alapoz. Én az emberek legszebb és legjobb oldalára szeretnék politikát építeni, arra, hogy közösségeket erősítsük Magyarországon, és bocsáss meg, de ti is nagyon sokszor erősítitek a levadászásnak az életérzését, én pedig a kohéziót, a közösségteremtés életérzését szeretném látni, ezért lenne jó, hogyha ilyen mini vagy makro ügyek mentén legalább lenne valami elegáns nemzeti minimumok rendszere. Mondok egy példát, a banki lehúzásokkal kapcsolatban az ingyenes bankszámla koncepciója az ilyen lehetne, és tudnék meg nagyon sok olyan ötletet mondani, ami egyébként... De most mondtál egy olyan ötletet, igen, pártprogram, mert ott azért vannak a pártok, hogy javítsanak emberek életét. De Dániel, mondtál az előbb egy olyan gondolatot, amire viszont rácsatlakoznék, azt mondtad, hogy ellenzéki destruktív anyagokkal próbálnak felzárkózni. Gergő, te hogyan látod, hogy az ellenzék próbál felzárkózni itt az utálat, a gyűlölet kampányokkal, vagy ezt a kormánypártok diktálják ezt a tempót nem, valóban? Nem, tehát azt nem kéne összekeverni a dolgokat. Nagyon durva politikai machinációkat láthatunk az elmúlt választásokon, sajnos most már sok cikluson át, és ezeket nevükön kellett nevezni. Tehát amikor hazugság, ármány, korrupció, külföldi befolyás van, nagyon nagy emberi mélységek vannak mögötte, azt a médiának feladata, hogy megmutassa. Ez szerintem nem deepfake és nem karaktergyilkosság, hanem egyfajta nagyon is felemelő és fontos küldetésnek a betöltése. Úgyhogy én nem tapasztaltam deepfake-eket. Ízlésbeli kérdésekről lehet vitatkozni természetesen. Most csak egy képviselő gondolatára egy ilyen gonoszkodó megjegyzést, hogy a like bajnokság az hova vezet. Hát ránézünk a Jobbik jelenlegi támogatottsága jelenleg 2%-on van, tehát ebből is láthatjuk azt, hogy a like bajnokságban, hogy hol végez az ember, az nem automatikus. Ezzel egyetértek, de egy megjegyzés most már muszáj hozzáfűznöm. Mereven tiltakozom az ellen a politikai vagy közéleti logika ellen, amely bármelyik közszereplőnek az adott esetben releváns vagy a világot építő gondolatait azt szerint minősíti vagy degradálja, hogy hány százalék áll az illető pártja mögött. Ez egy nagyon leegyszerűsítő és nagyon szánalmas gondolkodásmód, mert kizár egy csomó termékeny gondolatot a közéleti palettáról, és ennek az országnak éppen azokra a diskurzusokra, vitákra lenne szüksége, ahol az összes megtermékenyítő gondolat szárba szökken, és készül valami politikai megoldás belőle. Ez lenne a politikusok dolga, nem pedig a másik édesanyjának a szidalmazás. De nagyon jó ez a felvetés, mégsem mennek el a köztévés vitákra. Egy picit menjünk ezzel tovább. Ugye elutasította az MTVA felkérését Magyar Péter, és most már Gerzsenyi Gabriellát sem engedik Dömötör Csabával vitázni. Erről mi a véleményetek? Hát az a véleményünk, hogy kibújt a szög a zsákból. Ha vannak érvei a Tisza pártnak, akkor oda kell ülni. Olyat még a világ nem látott, ahol egy tévécsatornának vagy más médiumnak nincs joga megválasztani, hogy melyik stúdióban vagy hol legyen a vita. Ha a feltételekben megegyeznek a felek, például, hogy az élő műsorban szeretne vitatkozni, ezt felkínálták Magyar Péternek, akkor minden ellenkező érv meg, amit most szerveznek, hisztéria, tüntetés a MTV előtt, az gyakorlatilag szánalmas magyarázkodás. Nincsen program, nincsenek érvek, nyilván erről van itt szó. Én a kritikai gondolkodásnak a témakörét azért hoznám be, mert nagyon hiányzik. Tehát én is azt látom, hogy érzelmek mentén, pártok mentén ítélünk meg ügyeket, holott a létfenntartásunk múlik most ezeknek a döntéseknek a meghozatalán, és társadalmilag nem látom ezt túl jónak. Nyilvánvalóan azért nem megy valaki vitázni, mert nincs miről vitáznia, vagy nincs gondolata valamiről, vagy nincs olyan gondolata, amivel szavazókra válthatja, vagy lájkokra legalábbis válthatja a mondandóját. Ez saját tapasztalat, és tényleg én szakemberként vagyok folyamatosan jelen. Mindegyik vitát elvállaltam az elmúlt 3-4-5 évben. Soha nem volt olyan, hogy én visszautasítsak vitát. Mindegy volt, hogy milyen oldali, milyen érzelmű, mennyire szimpatikus vagy nem szimpatikus. Ennek van terepe. Tehát ezt azért javaslom így mindenkinek, nyilván oldaltól függetlenül. Én úgy látom, hogy a szakvitáknak eljött az ideje. Csak egy gondolat ez a állami médiás felvetéshez, mert én is itt visszatérnék az, hogy van az a tényleg nagyon fontos alapvetés, hogy közhatalmat gyakorló politikusnak kötelessége lenne válaszolni, tök mindegy kinek,
Tök mindegy, hogy azt az ilyet őt propagandistának tartja, vagy sem. Ha a Fideszes megszólítja őt az utcán, neki arra is válaszolnia kell az én olvasatomat. Ez a vita elviszi arról a fókuszt szerintem, hogy ma a közmédia, amit vagy tévesen nevezzük így ezt, mert ez egy állami médiaként funkcionál, az adófizetői pénzünket lényegében egy fideszes propagandagyárként üzemelteti, és semmiféle lényegében én nem látom azt, hogy az állami médiában milyen jellegű az objektivitást a törekvő. De ezt akkor mondod el, amikor sorban érkeznek a vita meghívások a közmédiából is? Amikor eddig kérték, követelték a meghívásokat. Na most erről mondom azt, hogy ez elviszi a vita, mert érdemes megnézni egy 7:30-as híradót, hogy az milyen a úgynevezett közmédiában, vagy inkább én állami médiában tartom. Hát a kiegyensúlyozottság és az objektivitás kifejezések nem jutnak eszembe. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mára ez volt a zárszó, de holnap is lesz komment. Várom akkor is Önöket 17:50-kor. Minden jót, viszontlátásra!